Noha a Szigetnek nincsen hivatalos fotósa, Benkő Imre érdemes és kiváló művész, Prima Primissima díjas, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, kiérdemelte a címet, hiszen az eltelt negyed század mindegyik fesztiválján jelen volt fényképezőgépével. A 25. Szigetnél tartunk, és eddig mindegyik fényképeztem. Mint a megrögzött szigetelők, ő is sátorban aludt, méghozzá nem egyedül, hanem fényképezőgépet. Mindig egyhetes jegyem volt, és minden nap kimegyek. Abba a kedvező időzónába tudok fényképezni, amit én fontosnak tartom. Ezeket a képeket, mindegyiket egy hangulat fűzi össze, úgyhogy én a magam szigetvilágát örökítettem meg. Szórfényben fényképezem őket, és ez azért van, mert az arcok így jobban megmutatkozhatnak. Mint látható, fekete-fehér képeket készített, ráadásul filmre, analóg kamerával. A fekete-fehér filmnek az az absztrakciója, ami megvan, ez áll hozzám közel. Kezdetben a Sziget az még egy ilyen, a nevéhez méltóan egy ilyen diák-sziget hangulatú volt, és ez mellett egy kicsit ilyen punkos felvonulás is volt, és akkor a 90-es években még jó meg lehetett különböztetni azokat a zenei irányzatokat, amik mentén egy-egy generációnak ez öltözködésbe, egyebekben megmutatkozott karaktereket lehetett fényképezni. Ma már egyre inkább egy ilyen globális divatnak megfelelően öltözködnek a Sziget lakók. A félsziget félmeztelenül mutatkozik meg, viszont vannak olyan kellékek, úgymond megjelennek este felé, főleg olyan parti figurák, akik meg visszautalnak a jelen korra. A fantasztikus hangulatú kiállítás a Robert Capa kortárs fotográfiai központban tekinthető.